Sziasztok! Most megnézzük, hogy mi tart feléd, milyen energiák jönnek, milyen lehetőségek, mi az, ami gátol ebben, mi az, ami elősegít, illetve a gondolataidat megnézzük ezzel kapcsolatban, mi az, amire nincs szükséged, amit eltaposhatsz, és mi a végkifejlett, illetve az eredmény, a megoldás. 6 kártyát fogok előkészíteni, 3 pakli választós lesz, rakunk ásványokat rá. Az első a rózsakvarc, a második a tigrisszem, a harmadik pedig a hegyi kristály. A rózsakvarc egyébként szívcsakrás, sokan kéritek a szerelembe vonzó, vagy a boldogság számsorral is karkötőkbe. Elég érzékeny ásvány, hiszen a környezetben a negatív energiákat azt magába tudja szívni és tárolni. Egyébként vézerek ellen is nagyon jó a rózsakvarc. Ágy mellé vagy ágy alá, ha beteszed, akkor nyugodtabban tudsz aludni. A megérzéseinkre hat ugye a 12 mesterkristály egyike, de mind a 3 mesterkristály egyébként. Segít a rózsakvarc az önfeláldozásban, ugye nyitja a szívcsakrát, nyugalmat, harmóniát biztosít, ide tartozik a szív, a tüdő, a vese, ugye a páros szervek, a vér, és általában ugye a bika csillagjegy fogékonyabb erre az energiára. A második pakli, a tigrisszem, sokan kéritek az anyagi bőséghez kapcsolódóan az anyagi bőség számsorokkal, van minden színben egyébként ez a klasszikus tigrisszem, növeli a koncentrációs képességet, és a döntéseket elősegíti, hogyha nehéz helyzetben vagy, bátorságot ad, és stresszoldó is, harmóniát biztosít. Fizikailag ugye a csont, idegrendszer, a légutak tartoznak hozzá, a nyilas, a szőz, az oroszlán és az ikrek, és a skorpió csillagjegyűek is sokkal fogékonyabbak erre az energiára, én is nagyon szeretem, ikrek vagyok. A hegyi kristály pedig a harmadik pakli, hát a hegyi kristályt mindennel lehet kombinálni, az nagyon jó. Segít a sugallatokban, ugye a koronacsakrákba bejövő energiákat támogatja, a tisztánlátásban segít, a tudatosságban. Egyensúlyban tart, világossá teszi a gondolataidat, segíti az intuíciót, az emlékező képességedet. Mindennel lehet kombinálni egyébként. A fizikai test ugye az aggyal kapcsolatos, idegekkel, szívvel, és mindegyik csillagjegyhez kapcsolódhat a hegyi kristály. Na nézzük, ha az egyest választottad, a rózsakvarcot, megnézzük, hogy mi jön neked, mi az az energia. Azt hiszem, hogy te magadnak vagy a sorsodnak a kovácsa. Úgy látom. Saját magadon kell dolgoznod, azt mondja a kártyám. Saját magadon kell dolgoznod, nem látsz még tisztán. Tehát ami a fejedben van, nem látsz még tisztán, hogyan indulj, merre indulsz. Bármit is szeretnél bevonzani, maximálisan támogatva van, tehát saját döntéseid alapján tudsz eljutni a célhoz. Tehát ami jön feléd, a saját magaddal való kapcsolat, a belsőddel való harmónia. Úgy látom, hogy határozott vagy. Határozott vagy, az is lehet, hogy valamit tanulni fogsz, hiszen ott van a kommunikáció, valamit tanulni fogsz, lehet, egy spirituális iskolába fogsz beiratkozni, mert emberekkel kapcsolatban vagy, úgy látom. Tehát amit téged elősegítenek, az emberek. Tehát most jó energiád van, ott van a szerencse melletted, és nem is kell semmit tenned tulajdonképpen, csak sokkal több önbizalmad legyen, de az meg is van. Amiatt nem kell aggódnod, amit a fejedben forgatsz, pozitív vagy, nincsenek negatív gondolataid, de sok minden homályos még, de úgy látom, hogy hosszú távra tervezel, és már ott van a megvalósulás útján, eltervezted, ott van a fejedben, ha még nem is tudod, hogy, akkor is meg tudod valósítani, hiszen ami támogat téged, az emberek, akik körülvesznek.
Úgyhogy saját magadért tehetsz, és szerencsével bármit eltervezhetsz, bármit elindíthatsz, magadat fogod megtalálni benne. Nyitott vagy jó energiákkal. Ha a kettes paklit választottad, a tigris szemet, megnézzük, mi az, ami jön feléd. Milyen energiák jönnek. Így van, és mit kell tenned? No, hát rengeteg tanulnivalód van, úgy látom. Karmikus dolgok jönnek az életedben. Én most embereket látok, meg kell tanulnod nemet mondani. Olyan emberek is jöhetnek, akik nem visznek előrébb téged az úton. Tehát, ha sokat akar, sok mindenkinek akar segíteni, előbb-utóbb saját magad fogsz belebetegedni. Nem kell senkin segíteni. Tehát karmikusan jönnek emberek az életedbe. Most lehet egy tanulási folyamaton, vagy tanulási folyamatban vagy, azért vagy emberekkel körülvéve, vagy akár a munkahelyeden. Tehát, ha munkát keresel, ami jön feléd, mert ez ugye munka, hivatalos ügy, tanulás, bármi lehet, akkor ami hátráltató tényező, az emberek. Tehát ne hallgass senkire, mert vannak olyan emberek, akik egyszerűen húzzák az energiádat, meg akarnak betegíteni. Igaz, hogy itt tanítás, tanulási folyamat van, de munka, hivatalos ügyek, vagy ami megakadt, amit el szeretnél tervezni, egy vállalkozás, bármi. Én most azt ajánlom, hogy légy határozott. Tehát ami a fejedben van, a hivatalos ügy is, határozottságot kíván tőled, tudd, hogy mit akarsz, ne engedd magad befolyásolni, mert ez kalmikusan úgyis belép az életedbe, de feleslegesen gátat magadnak ne rakjál, mert a lelki síkon akkor betegségekhez vezethet. Tehát tudd, hogyha határozott vagy, és kitűzted a célod, az meg fog valósulni. Munka, tanulás, ne higgyél mindent, amit az emberek mondanak, bízz a megérzéseidben, megvan a határozottságod és a belézőképességed, képességed, hiszen megérzed a dolgokat. A hármas paklit választottad, a hegyi kristályt, megnézzük, mi az energia. Nagyon csupa pozitív dolgok, úgy látom. Ó, a család, a tervezgetés, gyönyörű lapjaid vannak. Úgy látom, hogy ami jön feléd, családban nálad gyermekgyarapodás, olyan vágyak, amit könnyedén meg tudsz valósítani. Egyedül itt, ami gátolhat téged, az az idő. Tehát ne akar olyan gyors megvalósulást, hiszen már elindult, belefektetted a vágyadat. Tehát ami jön feléd, bármilyen pozitív dolog egyébként, ami a családdal kapcsolatos, ez egy régen várt ügy, hivatalos ügy, gyerekszületés, költözés, tehát minden, ami a családdal, párkapcsolattal kapcsolatos, az neked most támogatva van. A gondolataid mindezt segítik, hiszen reménykedsz, de nem elég a remény, ott van a vágy. Tehát egy lépcsőfokot feljebb kell menni, megvalósítani, mert tud, hogy meg fog valósulni. Most a családot látom körülötted, szűkebb családot, gyerekszületést, de minden olyan pozitív dolgot, ez kisebb dolog is lehet egyébként, ami jön feléd, lehet egy utazás, a családdal egy kirándulás, tehát csupa jó dolgok jönnek feléd most. Valójában van, nincs is gátló tényező, tehát nem látok gátló tényezőt, harmóniát látok akár anyukáddal, bárkivel. Tehát jó dolgok jönnek feléd. Legyél nyitott, fogadd be, ne sürgess semmit, de már nagyon gyorsan itt van, tehát napokban, hetekben, hónapokban mérhető, ha valamit elterveztél, ha gyermeket akarsz, igenis ott van az a kislány, és le fog születni. Csupa jó lapjaid vannak. No, remélem, hogy tudtam segíteni nektek. Csodás napot kívánok! Sziasztok!